Várják az ügyfeleket a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai személyes ügyintézésre. A koronavírus járvány kedvező alakulása miatt döntött úgy az intézmény vezetése, hogy bár csak korlátozottan és a biztonsági szabályok betartásával, de megnyitja a hivatal kapuit az ügyfelek előtt. Úgy döntöttünk jegyzőasszonnyal, hogy most már személyesen is fogadunk vendégeket itt a Városházán. Ez azt jelenti, hogy kedden egész nap, és pénteken délelőtt van személyes ügyfélfogadásra lehetőség. A hét többi napján pedig ugyanúgy működik az ügyintézés, mint ahogy az elmúlt időszakban megszokhatták. A hivatal előterében többfajta űrlapot és nyomtatványt ki lehet tölteni, ami egy ládába bedobva jut el az ügyintézőig. Szeretném azért felhívni a figyelmet arra, hogy természetesen az elektronikus úton, illetve az e-mailen, levélben, telefonon, eddig megszokott módokon történt megkeresés is ugyanúgy marad. Tehát nem csak személyesen, hanem mindenféle más módon is meg lehet keresni bennünket. Apelshoffer Ágnes elárulta, hogy a hivatali dolgozók közül senki nem fertőződött meg a koronavírussal, és nagy részük már be is van oltva. Így a biztonsági előírások betartásával együtt minimális esélye van a fertőződésnek.